A program záró napján rémisztő jelmezbe bújtak a táborozók. A Halloween jegyében szörnyes zenékre sajátíthattak el koreográfiákat óvodások és általános iskolások közösen. Sokan közülük évközben is táncolnak, így nem volt kérdés a számukra, hogy csatlakoznak a csapathoz az őszi szünetben is. Én nagyon szeretek táncolni, és szerintem mindegyik tábor, amit a Vera szervez, nagyon szuper. Nagyon sokat táncolunk, kreatívkodunk, és ezért jöttem. Az egyhetes táborban nem csak azok jelentkezhettek, akik régóta táncolnak, hanem azok is, akik most szerettek volna belesni ebbe a világba. 5 orosz kislány is ismerkedett a tánclépésekkel. A fiatalok elmondták, nagyon jól érezték magukat a napközis táborban, ahol reggel 8 és délután 4 között folyamatos foglalkozáson vehettek részt. A rémisztő tematika is nagyon elnyerte tetszésüket. Igazából nem tudtam, hogy minek öltözzek, és akkor gondoltam, hogy akkor fókok lesznek az arcomon. És hogy tetszett maga az egész? Miket csináltatok itt a táborban az egy hét során? Hát táncoltunk, sokat kézműveskedtünk. Attitűd csoport lesz. A táncstúdió 2 éve alakult, azóta számos tánctábort szerveztek. Televíziónk műsorvezetője, Németh Veronika táncművész oktatja a gyermekeket és felnőtteket egyaránt. A táborral az volt a célja, hogy kellemesen és hasznosan tölthessék el a fiatalok a szünidőt. A csapat 80%-a azokból állt, akik évközben is heti rendszerességgel járnak táncórára. A tudásbeli különbségek kiküszöbölésére ezért a táncművész úgy találta ki a mozdulatsorokat, hogy mindenki megtalálja a számára egyszerűen elsajátítható lépést. Van, akinek könnyebben ment, ugye, akik járnak. Érdekes, mert az újak közül is van, akinek könnyebben, van, akinek nehezebben. Mivel most egy olyan koreográfiát készítettem számukra, ami hol a klasszikus balettet ötvözi egy kicsit a diszkóval, a funky elemekkel, a modern tánccal, ugye mondhatjuk, hogy ez egy komplex tánc. Így mindenki megtalálta benne a számára a legkönnyebb lépéseket, de voltak nehézségek is. Úgyhogy így ámblok mondhatom, hogy nehéz is és könnyű is volt egyszerre mindenkinek. A táncstúdió tervei között szerepel, hogy az adventi időszakban is szervez hasonló rendezvényt a Mikulás és Karácsony várás jegyében.